Az eseményre nagy számmal érkeztek versenyzők az ország több pontjáról, illetve a határon túlról is, például Ausztriából és Oroszországból is jöttek csapatok. Külön nagy öröm számunkra, hogy most már nem csak az országon belül, hanem nemzetközivé vált a torna. Osztrák, illetve orosz versenyzők is színesítik a mezőnyt. És hogy miről is szól ez a mixtorna? Rendes röplabda szabályok szerint zajlanak a mérkőzések, tehát 6 fővel. Annyi az érdekessége, hogy a 6 fő az 3 férfi, 3 női résztvevőből áll. Ezért is mix a tornának a megnevezés, tehát a vegyes röplabdáról szól a dolog. Elég erős mezőny jött össze, mai nap is. A Dombóvári Amatőr Röplabda Klub Szabadidős Egyesület 2012-ben alakult meg a sport iránti szeretet és a szabadidő hasznos eltöltése céljából. A versenyen 11 csapat vett részt, összesen 79 fővel. A mixtorna létrehozásakor alapvető elgondolásunk vagy célunk az volt, hogy az amatőr csapatoknak biztosítsunk egy jó kis játék lehetőséget. Ez most a 17 év alatt már annyira nőtte ki magát, hogy mondhatni, hogy az amatőr csapatok közül a legnívósabb, legerősebb csapatokkal igyekeznek kiállni, mind a régióban, mind az ország szerte. Nagyon, nagyon éles meccsek zajlanak, tényleg ilyen egy-két pontok döntenek. A csapatok a mixed röplabda szabályi szerint játszottak, ami azt jelenti, hogy a csapatokban a pályán lévő 6 játékosból legalább 3 női játékos kell legyen. Két csoportra osztottuk a résztvevőket, a két csoport második, harmadik helyezetjé juttak tovább, akik harmadik, illetve negyedik, ötödik helyezetként végzettek, ők pedig a úgynevezett elnöki kupába játszhatnak tovább. Tehát van egy úgynevezett alsó és felső ház, kupákkal, érmekkel díjazzuk a nyerteseket. Garai Dénesnek fontos a röplabda, mivel csapatépítő szerepe van, illetve a tagok között szorosabb kapcsolat alakul ki a versenyek során. Szeretem, az a lényeg, ezt a sportot nagyon szeretem. Fegyelmezettség nagyon fontos, meg a koncentráció, és igazából én így ennyi lettem. Sipos Lili, az Imperátor tagja, élsportolóként kezdte a pályafutását, valamint 13 éve röplabdázik. Az idei Dombóvári kupán először játszik. Nagyon régóta, 13 éve talán először élsportba kezdtem, azóta én már abba hagytam, viszont így hobbi szinten még játszom. A végeredményről a meccspontok aránya döntött, ebből a Rozatom csapata került ki győztesen, így ők nyerték el harmadjára is az elnöki kupát. A második helyet a Pipi Joe szerezte meg, a Jopote pedig a harmadik lett.